Beindítani. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Sok minden elhangozott kishangtossal kapcsolatban, én ezeket nem szeretném megismételni. Én a kormánypárti volt képviselőtársaim jó szándékára appellálok, és arra szeretném fölhívni a figyelmeteket, figyelmüket, hogy ez egy olyan tájközpont, ami központi magját képezte a vidékstratégiánknak. Együtt dolgoztuk ki ezt a vidékstratégiát. Nem lehet családi gazdálkodási modellt széles körben elterjeszteni, ha nem segítjük helyben a családokat. Ez volt a mintája. A nemzeti vidékstratégia nemzeti programokat fogalmaz meg. Az egyik a tájközpontok kialakítása volt, ahol két dolgot kapcsolunk össze. A bemutató és kísérleti gazdaság, ami a hagyományos kincstári birtokfunkciókat látta el. Mindig voltak ilyenek Magyarországon. Nem ott képződik a haszon ezekben a központokban, hanem a környezetében, ahova kisugároz. És népfőiskola kapcsolódik hozzá, itt generációk kiestek. Meg kell tanítani újra az embereket egy normális gazdálkodásra. A családi gazdálkodásnak a fogásaira kell megtanítani az embereket. Ezt csinálja Kishantos. Ha valamire valóban a nemzeti vagyonunk részét képező földvagyont föl kell használni, akkor ilyen közhasznú feladatra, a közjót szolgáló feladatra kell valóban odaadni, és nem olyan tőkés társaságoknak és egyéb érdekeltségeknek, akik elvitték ennek a központnak a hasznát. Szeretnék appellálni arra, hogy a Nemzeti Vidékstratégia az ökológiai gazdálkodásra is egy nemzeti programot határoz meg, és ugyanígy a népfőiskolai program is része a vidékstratégiánknak. Ez egy olyan központ, ami ezt megvalósította. Ez alapján akartunk egy hálózatot kialakítani. Enélkül, egy ilyen hálózat nélkül nagyon nagy bajban leszünk. És az a program, amit a néppárti programként meghirdettünk, valószínűleg nem fog tudni működni. Tisztelettel, szeretettel kérlek benneteket, gondoljátok meg még egyszer, hogy a földvagyont szabad-e máshova, mint ilyen célra használni, ami bizonyítottan jól működik ebben a tájban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr.